akkor meg nekem, hogy mit csináljak, hogy mit ne. Vagy megírom, ha akarom, hogy mit olvassam. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az augusztusi összegzésem lesz, ugyanis eltelt az augusztus is. Elröpent az augusztus, én meg nem olvastam olyan kifejezetten sokat, meg ebből van olyan szerintem legalább kettő, amit nem is augusztusban kezdtem, de mindegy, nézzük, mert hogy négy kötetről fogok ma szót ejteni. Ebből kettőről már lesz videó a csatornán. Kezdem akkor a Lány 7 névvel cíművel. Ez egy észak-koreai szerző Hyun-soo Lee-nek a memoárja gyakorlatilag, és mivel észak-koreai szerző, ezért igen, van róla egy barangolás Ázsiában rész is, amit ide be fogok linkelni, és itt meg tudjátok nézni. Igazából annyit tudok elmondani, hogy nagyon tetszett, olyan szempontból, hogy tanulságos volt, tehát nyilván ez egy önéletrajzi kötet, tehát nem a szerzőnek az élete tetszett, mert az nyilván nem napfény és szivárványok volt, de egy nagyon jól megírt kötetnek tartom, tehát én nagyon szerettem olvasni, nagyon olvastatta magát, nem volt száraz, érdekes volt, szerintem tök jó betekintést is adott nekem az észak-koreai kultúrába meg helyzetbe, úgyhogy nagyon tudom ajánlani, és hát ott van igen róla a barangolás rész is. A másik könyv, vagy hát én össze-vissza mutogatom, szóval a második könyv, amit befejeztem augusztusban, Natalie C. Parkertől volt, a Sea Fire, lángoló tenger, ami BookTube könyvklub havi közös könyvünk volt, erről van kibeszélünk, ide be fogom linkelni, Zsófival és Fannival beszélgettünk róla. Igazából ez a könyv nekem nagyon régóta listás volt. Akkor úgy kezdtem el az ilyen Bookstagram dolgokat figyelgetni, szerintem meg lett Goodreads-em, meg ilyenek. Amikor ez a könyv kijött, és ilyen, mert szerintem 18-as, és akkor én akkor kezdtem ugye a YouTube-ot, és emiatt így jobban figyelgettem a könyves dolgokat. És tele volt vele az Insta, volt egy ilyen nagyon szép borítója, nem az, amivel magyarul kijöttek, az is szép, csak angolul volt egy másik borítója, ami ilyen nagyon csini volt. Magyarul sajnos nem is folytatták a sorozatot, tehát el lett kaszálva, és csak az első része jelent meg. És igazából ez is egy ilyen disztópikus, kalózos, tengeres, hajós sztori. Nagyon feminista olyan szempontból, hogy a All Girls, csak lányok, crew. Mi az a crew? Emma, hogy van a crew? Csapat. Csak lányokból álló csapat irányítja a hajót gyakorlatilag. Szóval ilyen girl power. Nagyon-nagyon tetszett a sztorinak a világa, meg az atmoszférája, mert az nagyon különleges volt szerintem, és nagyon-nagyon tetszett, és tök jó ki volt találva, és föl volt építve, viszont valahogy engem egyáltalán nem tudtak megfogni a karakterek, tehát így kifejezetten egyikkel se tudtam nem azonosulni, inkább törődni, tehát így annyira nem éreztem azt, hogy most várom, hogy vajon túlélik, vagy mi lesz velük, vagy hogy sikerül a kaland. Volt egy-két pillanat a könyvben, amikor nagyon elkapott a sztori, és nagyon érdekelt, hogy mi fog történni, de szerintem az se a karakterek miatt, hanem inkább a történet miatt. Szerintem egyébként fogom tovább olvasni majd angolul a sorozatot, ezért is kezdtem el alapból angolul, mert tudtam, hogy magyarul el van kaszálva. Kíváncsi vagyok, hogy mit lehet ebből kihozni, legalább egy második kötetben meg szeretném nézni, hogy akkor hogyan tovább, meg hogyan folytatódik ez az egész. És hát van egy-egy órás kibeszélünk, amiben még jobban kivesézzük a lányokkal. A harmadik kötet, amit befejeztem, arról szerintem, mire ez a videó kimegy, ki fogom rakni a barangolást. Ugyanis ez Alexander Yates-től volt a How We Became Wicked, ami szintén egy ifjúsági disztópia volt egyébként, úgy tűnik, hogy ez az augusztus sikeresen disztópiás lett. Hát igazából ennek az az alapja, hogy ilyen lila világítós szúnyogok, hogyha megcsípnek, akkor igazából megmaradsz, csak onnantól így kb. Minden embert, aki nem lett megcsípve a szúnyogok által, azokat ki akarod nyírni gyakorlatilag. És akkor így van egy ilyen kisebb elszigetelt városka, ahol követjük a főszereplőt. Nagyon izgalmas van benne egy nagyon-nagyon durván, számomra nagyon váratlanul érkező fordulat, ahogyan a két szállat, amin fut a sztori, összeköti. Nagyon jó, nagyon tudom ajánlani, és ő egy haiti szerző. Haiti szerző. Azt hiszem, így kell mondani. Szóval igen, úgyhogy ide meg be fogom linkelni, erről pedig a barangolás Amerikában rész. És az utolsó könyv, amit így gyorsan becsúsztattam, ha már megérkezett az előrendelésemben, ez a Paper Girls harmadik része volt.
Ugye ez egy képregény, ezt gyorsan el tudtam olvasni. Nagyon érzem, hogy a Paper Girls tényleg egy olyan sztori, amit egyben érdemes elolvasni. Mert így elolvastam ezt a harmadik részt, és tetszett, meg jó volt, de még mindig úgy vagyok, hogy nem tudok semmi újat, meg amúgy se tudok semmit még mindig. És a második részben voltak egészen ilyen új infók, meg másabb dolgok. Ebben a harmadikban most megint úgy érzem, hogy annyira sok mindent, így gyakorlatilag nem, szinte semmit nem tudtunk meg. Annyira érdekel már, hogy hol fog kifutni ez a sztori. Egyébként meg nagyon tetszik annak is, ahogy meg van csinálva a képregény maga. Úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog folytatódni. Szerencsére a Cicero viszonylag gyorsan hozza részeket, mert hát idén már ez a második kötetem jelenik, mert szerintem a második rész is idén jelent meg. Úgyhogy reméljük, hamarosan megtudjuk, hogy mi a sztori vége, mert nagyon érdekel, csak tényleg így egyben érdemes olvasni valószínűleg a hat részt, mert ugye hat részes, tehát már fél úton vagyunk a sztoriban, úgyhogy lassan tényleg meg fogom tudni, mi történik. Csak még egy kicsit várni kell rá. Vagy hát már a negyedik részben több minden lesz, nem tudom. De most már egyébként fönn van scripten angolul is, ha jól láttam, úgyhogy lehet kicsit előre dolgozok majd ott. Amúgy ez az előlap rész, ez nagyon-nagyon tetszik, nagyon szép. Igazából az egész képregény nagyon szép. Szóval igen, ezt a négy kötetet sikerült befejeznem augusztusban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!